Anyukámat Istenes Piroskának hívják, Kassák Lajos édesanyját Istenes Erzsébetnek. Anyám cukrász volt, emiatt zserbók és krémesek között nőttem föl. Kinyírta a halakat ablaktisztítóval. Véletlenül. Meg egyszer néztem, ez a nősténfarkas kísértet, valami horrorfilm volt a moziba. Annyira féltem, hogy nem tudtam eljutni a WC-ig, és ezért fejen húgyoztam anyámat. Meg reggel mindenféle értesítés nélkül mindig fölkapcsolta a villany. Kármunkat fölnevelt, mert apám meghalt 3 éves koromban. Egyszeres időszaka lehetett anyámnak. Itt dolgozik a színházba egyébként. Ültető néni. Lacinak is szoktam mondani, hogyha nem jó egy előadás, hogy azért még azért kint valamit javítani kéne. A levesei azok valami fantasztikusak. Meg egyszer, hogy a bátyám valami nyulat akart nyúzni, emiatt egy kötelet dobott egy fára, de mivel ki akarta próbálni, hogy kibírja a nyulat, ezért az én nyakamba akasztotta ezt a kötelet, és így húzott föl, tehát gyakorlatilag majdnem megölt, akkor anyám kinézett az ablakon, és azt az arcot soha nem felejtem el, túléltem. Ja igen, meg hogy csirkét vágok a pincéből, már egy hete csak a mamára gondolok mindig. Tehát értékes ember, én azt tudnám mondani.